somebody, testmocorgók, hello egyetemisták, STS-ek, hello csonkások. Nem hűltem meg, de egy picit azért úgy gondolom, hogy új hónap eleje, ha váltsunk, ugye ma van az én napom, a testem azt muffinra hangolom, olyan muffin szoknyát kaptam, hát karantén idején is elég nehéz olyan szettet összekeríteni magának az embernek, hogy az jó legyen. Sportos pistapóló, remélem azért figyelitek, hogy minden a részletekben rejlik. Na de ma se hagyunk benneteket mozgás nélkül, jó? Nagyon király a hajam is, már beőszültem. Na, belecsaphatunk? Tehát 2020, április 1-e. Milyen nap? Szerda van. Az Alexunknak van az agymenése, de majd ezt így szépen föltesszük nektek. Jó, gyönyörűen, itt a jobb oldalamon. Nagyon király, bele is fogunk kezdeni. Itt van az A része. Az végtelen egyszerű, egy 7 darabból álló szetted van. Hogy mutassam, oldalról, hátulról, hogy szeretnétek belátni, nyilván szemből fogom. Jó, addig ezt egy kicsit kikölcsönzöm ezt a vizet. Remélem azért a tavasz színeibe is pompázok alul, figyelitek? Nagyon jó. Na, egy workout, azaz kézzel kisétálok, ha a hajam is engedi. Nagyon király. Oldalra kiteszem a kezemet. Egyszer az egyik lábammal érintem a sarkamat, vagy sarkammal a kezemet, jó, itt vigyáznom kell a mikropartomra, illetve a másikkal. Ez egy. Ezt követően visszahúzom a kezemet a mellkasomhoz, és 3 darab fekvőtámasz van. 1, 2, 3. Eszem a hajam, nagyon jó, finom. Ezt követően 6 darab alternatív szupermenem van. Jó, ezt is majd betesszük lejátszási videóba. Végtelen egyszerű, ugye, bal láb, jobb kar, vissza, bal kar, jobb láb. Ebből 6 darab. Jó? És ebből a 3 gyakorlatodból van ugye, amint látjátok is, 7 darab körötök. Szuper! Na, ez volt az A része. Ott a muffin. Kajtár Réka, innen puszillak, hogy adtál ilyen szettet nekem. A B részünk. Ezt kölcsönzünk 2 vizet. Fú, eszem a hajam, a műhajam. Azért azt megfigyelitek, hogy megy a szoknyámhoz a víznek a színe is. Nagyon egyszerű gyakorlat. Szerdánként mindig lesz egy kicsi ilyen agymenésünk. 100 darab devil pressed van. Na de nem csak úgy, hogy most 100-at nyomj le. Azt is megmutatom, hogy mi a devil press, aki most csatlakozna. Jó? De minden perc kezdetén 20 darab jumping jacked van. Tehát magad feladatot úgy fogod kezdeni, hogy 20 darab jumping jackkel. Ebből megcsinálsz 20-at, tegyük föl, megcsináltad 13 másodperc alatt, akkor a fennmaradó 47 másodpercben a következő gyakorlatot fogod csinálni. Víz vagy súly, amit te használsz, ledobod magad hasra, innen ugye felugrasz a kezedhez, a palackodhoz legközelebb, és kiszakítod a súlyt, fölhúzod. Mondjuk így, ezt annyira nem szeretem, de fölrántod a súlyt a... Még mindig nem látok. A füled mellé, fejed fölé, úgy, hogy a felkarod a füled mellé zárjon. És ebből minél többet csinálsz meg, ugye a fönnmaradt 47 másodpercedből. Mondjuk a 47 másodperc alatt eljutottál az első percbe, 13-ig, a szuper. A második percet megint 20-a jumping jackkel fogod kezdeni, és 13-tól folytatod a devil press, mindaddig, míg a 100-at el nem éred. Nagyjából, körülbelül, számításaink alapján a jobbak is olyan 8 és 12 perc közé fognak beesni, szerintem, de ezt is fogjuk nyomni élőben, én is, jó? De nem kell megérni, a 15-16 perc lesz. Ez egy ilyen felcsi. Direkt. A lényeg, próbálj kilépni a komfortzónából, mint ahogy ezt én ma is megtettem. Abszolút. Tehát, mielőtt bárki megvádolna olyannal, hogy nem tudom, bipoláris vagyok, akkor ne, jó? Csak kicsit próbálunk kijönni a mindennapi karanténos megszokottságból. És a B, ja, figyelitek, hogy mi van még hátul?
Tehát leszállt hozzátok a Strongbody, Homebody, Muffin, Muffinos Muffangyala. Jó, harmadik rész. Ezt most itt elteszem, mert ez nekünk nem kell. Azt mondja, hogy egy három szedből álló feladatunk van, ezt is itt fogjátok látni majd. 30 másodperc lehető max efforton, tehát a maximum ismétlés számodat érd el 30 másodperc alatt a sima butterfly sit-upod dalból, aztán 30 másodperced van egy kezes fekvő támaszban tartásra, amit ugye beszéltünk, hogy vagy a válladra teszed a kezed, vagy a mellkasodra, vagy a combodra, vagy ahova szeretnéd. Ugye ezt bal kézzel fogod kezdeni, tehát bal kéz a támasz, majd a következő jobb kézzel fogod kezdeni. Jó? Fontos! Vál, könyök, csukló, egy vonal. És az utolsó ebből a pihenő 30 másodperc. Lecsúrizni kéne majd a hajam. Tehát 30 szekundum maximum felülés, 30 szekundum tartás egy kézzel balkaron, 30 szekundum tartás másik kézen jobb karon, és 30 másodperc pihenő. Ez, ha kiszámolod, 2 perc, ugye, és ez 6 percig fog tartani. Ez egy egyszerű kis feladat, viszonylag rövidebb edzéssel készültünk, de azért, hogy a B-rész igenis próbáld meglőni, és hogyha jó vagy, a B-rész után legalább kell 30 perc pihenni. Na gyerekek, viszont még szeretnék mondani egy-két dolgot. Nagyon örülünk, hogy sokan, viszonylag sokan követtek bennünket. Ugye minden nap jövünk 18 órakor online-nal, tehát élő online-nal, a Dabasi termünk is jelentkezik a saját Facebook oldalán, illetve mi a Szegedi Terem is jelentkezik a saját oldalunkra. Oldalunkon sok helyről, Kaliforniából, meg innen-onnan már írogatnak nekünk közeli ismerősök, hogy csinálják, és nagyon szépen megköszönik, hogy tartjuk bennük a lelket és az erőt. Mi nem fogjuk feladni, sose. Jövünk veletek, remélem nem viszel engem sem a karanténos autó, meg senki. Szóval ameddig lehet, én kitartok, akkor legyen veletek. Sportos Pista, szevasztok, meg a Muffinos Homebody angyal. Hello!